Gál Kinga, Fidesz európai parlamenti képviselője szerint nem szabad engedni a bevándorláspárti nyomásnak és elfogadni azt az uniós tervet, hogy a fejlesztési pénzeket a bevándorlók számához kötik, és büntetik azokat a tagállamokat, akik erre nemet mondanak. Nem akarjuk elfogadni azt, hogy pénzekkel akarják büntetni, mert nem akarunk beállni a fősodorba, és ehhez kitalálnak mindenféle jogállamisági, meg egyéb varázsszót, de gyakorlatilag, ha megkaparjuk, hogy mi van mögötte, az van mögötte, hogy ha nem megyünk együtt a többiekkel azzal, hogy hogy legyünk bevándorló ország, akkor büntetni akarnak, és most olyan elképzelések vannak, hogy ezek a büntetések akár pénzek, komoly pénzeket is jelentsenek, kohéziós pénzek elvonását. Ezt mi nem akarjuk, ezért keleményen küzdünk, ezért nem mindegy, hogy hányan leszünk ott az Európai Parlamentben, akik ezért küzdeni tudunk. Egyelőre én azt látom, hogy az Európai Néppártban is nagy a tét. Tehát mi próbáljuk megtartani az Európai Néppártot is olyannak, amilyen akkor volt, mikor beléptünk ebbe az Európai Néppártba. Ez az Európai Néppárt változott, mi nem változtunk. Mi ugyanazt képviseljük, mint amikor meghívást kaptunk Kohl kancellár úrtól annak idején. Ez a néppárt, ez eltolódott balra, és én azt gondolom, hogy van egy feladatunk, hogy ezt az eltolódást megállítsuk, és valahol megtartsuk annak a keresztény néppártnak, aminek fontos szerepe van az elkövetkező időszakban is Európában. De mi mindenképpen tartjuk ezeket az értékeket, tehát mi abból nem fogunk engedni, hogy felvállaljuk és képviseljük a keresztény értékrendet, és nem engedünk ennek a bevándorláspárti nyomásnak. A megjelentek szerint elfogadhatatlan az a terv, hogy 25%-kal kevesebb pénzt kapjon Magyarország az Európai Unió bevándorlás politikája miatt. Ribányi József, a Régiók Bizottságának magyar delegáció vezetője, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke úgy véli, a magyar kistelepüléseknek nagy szükségük lenne a fejlesztésre. A jelenlegi bizottság és parlament elképzelése szerint pénzeket kellene átcsoportosítani a migrációra. Ez a jelen számok azt mutatják, hogy 25%-kal kevesebb pénzt szeretnének Magyarországnak adni. Holott nekünk meg nagyon komoly kihívásaink vannak, és szeretnénk egy olyan parlamentet, ahol ezeket a pénzeket nem hogy csökkentenék, hanem inkább növelnék, hiszen kis településeink nehéz helyzetben vannak, az emberek elköltöznek a kis településekről, és a jelenlegi pályázati struktúrákban általában a nagyobb települések megfelelő humán erőforrással bírnak, sokkal jobban tudnak labdába rúgni a pályázás során. Jó lenne, hogyha ezek a települések, a jövőben a nagyobb települések egyfajta kooperációban, hálózatban tudnának közösen pályázni. Ez mindenképpen azt jelenti, hogy több pénz kellene. Tolna megyei fejlesztések tekintetében itt vagyunk a 2027-es ciklusnak az elején. A tervezés folyamatban van, és az előbb említett logika szerint szeretnénk megkeresni a településeinket, a járási központokat, hogy úgy alakítsák majd ki a fejlesztési programjaikat, hogy mindenképpen közösen is vonják be a körülöttük lévő kis településeket, hogy a kis településekhez is megfelelő pénz jusson, és olyan szolgáltatások és olyan lehetőségek alakuljanak ki a jövőben, amik egymásra épülnek. Süli János tárca nélküli miniszter úgy látja, ez a régió az elmúlt években kimaradt a fejlesztésekből. Kevés új üzem került például ide. Ez már csak a paksi atomerőmű bővítése és az azt követő időszak miatt is fontos lenne, jelentette ki. Azt szeretnénk, hogyha itt a Győr, Székesfehérvár, Dunajváros, Kecskemét vonal alatt is jelentős fejlesztéseket tudnánk végrehajtani, mert ennek a régiónak szüksége is van rá. A településfejlesztési operatív program révén jelentős forráshoz jutott Tolna megye, a beruházások zajlanak, mondja Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke, aki szerint a program folytatására is szükség lenne. Jól látható eredményei vannak a tevékenységüknek, és jól látható eredményei vannak az Unió által nyújtott támogatásoknak is, hiszen a megyékre legjellemzőbb program ugye területi operatív program volt, amely 27,5 milliárd forintnyi összeget biztosított az itt élő emberek jövőjének jobbítása érdekében. Azt gondolom, hogy jól használtuk ki ezeket a lehetőségeket, és nem is fejezhetem be múlt időben a mondatot, mert zajlik még minden. Tehát számos program félidőben van, számos építkezés folyamatban van, de vannak olyan elemei a programnak, amely még el sem kezdődött, csak a nyertesek vannak meg.
azt gondolom, hogy ez nagyon komoly előrelépés a megye életében. A fórumon megjelentek úgy vélik, annak érdekében, hogy a Magyarországra jutó fejlesztési pénzek ezen a szinten maradjanak, és ez a régió továbbfejlődjön, olyan parlamenti bizottságra, olyan európai parlamentre van szükség, ami ezt támogatja.